Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Indul a Top Plusz, Észak-Vas megyei önkormányzatok számára is nyitott a lehetőség. Kazak delegáció járt Bükkfürdőn, gyógyturisztikai együttműködést építenek. Ismét Bükkön jár dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Zenés karácsonyvárás, a koszorú áldásával kezdődött a Büki advent. Népzenei minősítő járt a Büki férfikar. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Jóváhagyta a kormánya a megyei integrált területi programokat. Ez azt jelenti, hogy indulhatnak a Top Plusz pályázati felhívásai. Vas megyének 45 milliárd forint jut, abból 12,8 milliárd a Bükköt, Csepreget és Kőszeget is magába foglaló területnek. Ebben a programban ez az északi gazdasági, gyógy és kulturális turisztikai övezet. Számos építkezést, bővítés, modernizálást finanszírozhattak az önkormányzatok a TOP programban az utóbbi években. A lehetőség pedig folytatódik az úgynevezett TOP Plusz kiírás megjelenésével. Ezt ismertették Észak- és Dél-Vas megye országgyűlési képviselői, valamint a pályázatokat koordináló megyei vezetés képviselői a megyeházán. Négy részre osztották most Vas megyét és a 45 milliárd forintos keretösszeget. Szombathely városának 13,4 milliárd forint jut, az összeg többi része a megye többi területének. A Szombathelyi járás települései részére 4,8 milliárd, az északi gazdasági, gyógy és kulturális övezet részére 12,8 milliárd áll rendelkezésre, a Dél-Vas megyei aprófalvas természeti táji erőforrásokban gazdag térség számára pedig 11,4 milliárd forint áll rendelkezésre. A forrás már nyitott, több fejlesztési célra is beadhatják már terveiket az önkormányzatok. Jelenleg nyitva lévő felhívásokra január 14-ig lehet pályázni, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, megyei foglalkoztatási paktum együttműködésre, fenntartható városfejlesztési stratégiákra, élhető településekre, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és a gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztésekre. Ezek a nyitva lévő pályázatok, amelyekre január 14-ig lehet beadni a pályázatot, és a többi pályázat megnyitása az 2022. április A Top Plusz lehetőségek mintegy kiegészítése lesz a folytatódó Magyar Falu program, erről is szó volt a tájékoztatón, meg arról is, hogy a turizmus is kedvezményezett. Hogyha az északi övezetre vetítve nézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy a fejlesztésre 700 millió forint jut, élhető települések program megvalósítására, amiben nagyon sok minden beletartozik, kerékpár, útépítés, járda, közterületek rendbehozása, csapadékvízhálózat, zöld területek, épületfelújítások, abban közel 3 milliárd, tehát 2800 millió forint. És itt jelenik meg az, amiről a Vénemel csapat képviselőről beszélt, hogy az elmúlt időszakban csapadékvíz hálózat elvezetése tekintetében már nagyon komoly fejlesztéseket tudtak Dél-Vas megyében megvalósítani, és ezért célzott rá, hogy itt az összeg nálunk kevesebb, nálunk még egy kicsit magasabb, mert nyilván itt még vannak olyan lemaradások a mi térségünkben, amelyeket igyekszünk behozni, és örülünk annak, hogy ezek közül már sok a déli területen meg tudott valósulni. A belterületi utak fejlesztése egy új projekt, hogyha szabad így mondani, a topos pályázati kiírásban, hiszen korábban ilyen célra nem tudtunk felhasználni, az önkormányzatok nem tudtak felhasználni jellegű forrásokat, viszont bárki akár településvezetővel beszél, akár helyben élőkkel beszél, akkor mindig rávilágítanak a polgárok arra, hogy ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb feladat, hogy az utakat azt fel lehessen újítani, hogy először egy új elemként jelenik meg, 1400 millió forint értékben, tehát közel 1,5 milliárd forintot tudunk ebben a térségben erre a feladatra fordítani. Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése is folytatódhat 1220 millió forint értékben, és emellett számos olyan humán fejlesztés valósulhat meg, amely akár bölcsödéket, óvodákat vagy egészségügyi és szociális intézményeket érinthet 1,5 milliárd forintos értékben összesen. Tehát azt gondolom, hogy
ezen források révén is azt el tudjuk mondani, hogy Észak-Vas megye egyre jobban fog fejlődni a jövőben, egyre inkább lendületben lesz, de ennek a bizonyítékait tulajdonképpen már az elmúlt időszakban is láthattuk, és meg tudom erősíteni én is azt, hogy a Magyar Falu Program nyilván ehhez egy komoly segítséget ad, hiszen csak hogyha a számok nyelven beszélünk, ugye azt láthatjuk, hogy ebben az uniós fejlesztési időszakban 12,8 milliárd forint van betervezve az északi övezetnek a fejlesztésére. Ha a Magyar Falu Program elmúlt két éve alatt idejutatott forrásokat nézzük, akkor azt láthatjuk, és ebben nincsenek benne a közúti felújítások, hogy 5,5 milliárd forint érkezett a Magyar Falu Programon keresztül helyi fejlesztésekre. Ez még több milliárd forinton kiegészül, amit a közút kapott meg helyi építésekre. Úgyhogy ez pedig azt jelzi, hogy az arányok egész jók, hiszen a top források azok uniós források, a Magyar Falu Program által finanszírozott beruházások és fejlesztések pedig a magyar kormány általadott hazai költségvetési forintok. Most pedig azt látjuk, hogy nagyon helyes volt annak idején, azért lobbizunk, hogy létrejöhessen ez a bizonyos Bükk-Sárvár turisztikai térség, hiszen azok a fajta források, amelyek a jövőben az ilyen jellegű térségeknek a fejlesztését célozzák, azok ismét forrásbevonásra számíthatnak. Például 50 milliárd forint állhat rendelkezésre, hogy gyógyfürdők energetikai célú beruházásaira, amiben nyilván Bükk és Sárvár érintett lehet. Úgyhogy ha mindezt összerakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy ígéretes időszak elő néz Vas megye. Számos terv, számos elképzelés van a településvezetőknek a fejében a helyi igények alapján. Mi azt tudjuk ígérni mindenkinek, hogy folytatva azt a partnerséget, amit eddig már hatékonyan végeztünk, azért fogunk dolgozni, hogy ezek a álmok, ezek a tervek, ezek egyre inkább valósággá tudjanak válni a következő években. Szanatóriumi és gyógyturizmus területére szakosodott kazahsztáni delegáció látogatott a Bükki gyógyfürdőbe. Számos magyarországi gyógyhelyet felkerestek a szakemberek november második felében. Bejárták a jelentősebb hazai üdülőhelyek egészségügyi részlegeit. A gyógyturizmus közös erősítése a cél a két ország között. Népes kazahsztáni orvosi gyógyturisztikai delegációt látott vendégül a Bükki gyógyfürdő. Mielőtt a küldöttség tagjai saját bőrükön tapasztalták a Bükki gyógyvizet, bejárták a Medical Wellness részleget. Hallhattak arról, hogy egykor kőolajfúrások vezettek a gyógyvíz feltárásához, amelyre aztán fürdőt építettek Bükkön. A kazah szakemberek évek óta dolgoznak a magyar-kazah gyógyturisztikai együttműködésben, nem először jöttek Bükk fürdőre. A vizitük, a látogatásunk úgy alakult, a kormányközi egyezmény alapján, Kazahsztán és Magyarország között. Ez az egész képviselőcsoport tanulmányozzák a magyar félnek az eredményeit. Több év közös együttműködés köt minket össze. Курорт Бюк более 10 лет является нашим активным партнером. Több mint 10 éve a Bükkfürdői rész ez az ő társaságokhoz és a együttműködéshez tartozik hozzá. A kazah orvosok és üdülővezetők ismerkedtek a Bükkfürdői kezelési lehetőségekkel, hiszen igyekeznek az itt látottakat beépíteni a kazah fürdők kínálatába. Мы открыли курорт Бükkfürdő. Felfedezték Bükkfürdőnek a létét. Для восстановления здоровья. Az egészség helyreállításában nagyon fontos. Для обмена опытом. A tapasztalatcserét szeretnék elindítani továbbra is. Для внедрения новых технологий в практику. Új technológiák alkalmazása a gyakorlatba. И наше дальнейшее сотрудничество подразумевает еще проведение совместных научных исследований. A további együttműködés tudományos fejlesztések elindítását is tervezik. Sok-sok követendő példát láttak Bükkfürdőn a kazahsztáni szakemberek. Нам очень понравилась евромодель сохранения стандартов качества. Az euromodell a minőség megőrzésére. Удобство и комфорт. A kényelem és a komfort fok.
и все медицинские технологии, которые применяются на данном курорте. És az összes orvosi technológia, amit itt alkalmaznak Bükön. В течение нашего визита мы увидели ряд egy egész sor újdonságot láttak, miközben végig jártak a bükkfürdői курортов, которые мы планируем произвести, amelyeket tervezik majd a jövőben, проекты, különböző projektek, курорты по братьями, a testvér курортok címszó alatt. Folyamatos tapasztalatcserét és közös tanulmányokat is terveznek, kihasználnák a magyarországi gyógyturisztikai tapasztalatokat a kazasztáni egészségügyi szolgáltatásokban. Медицинский туризм, a в том числе оздоровительный туризм, egészségturizmust. И нам, конечно, интересны новые подходы в организации работы, hozzáállások a munka szervezésében, a gyógyító folyamatban, оказание сервиса, különböző szervizek kiszolgálás, javítása, jó oldaza pacientem, és a betegek gondozása. В том числе мы, конечно же, хотим производить обмен опытом новыми передовыми технологиями. Természetes különböző tapasztalatcserét szeretnének a jövőben is alkalmazni. И, соответственно, нашими специалистами было бы рады сотрудничать с вашими специалистами. És örülnének annak, hogyha a kazaksztáni szakemberek együttműködnének a magyar szakemberekkel. Сейчас возможности есть проведение онлайн-консультаций. Most lehet alkalmazni az online konzultációt. Offline приезд консультации. Offline a látogatásokat alkalmazni. И проведение совместных конференций, научных исследований. És közös konferenciák és tudományos kísérletek és tanulmányok elvégzésére. Конечно же, многолетний опыт Венгрии нам очень полезен. Magyarország sok éves tapasztalata nagyon hasznos számunkra. Именно в медицинской практике. Именно в орвоши праксисба. Оказание оздоровительных услуг пациентам. Különböző egészségügyi szolgáltatások létrehozásában. Особенно нас интересует медицинская реабилитация после коронавирусной инфекции. Érdekli őket nagyon a koronavírus betegség utáni rehabilitáció kérdése. Как вы знаете, последствия коронавирусной инфекции очень тяжелые. Nagyon nehéz következményei szoktak lenni. И затрагивают все системы организма. És a szervezet minden rendszerét érintheti. Поэтому ваши подходы были бы нам очень интересны. És emiatt az itteni hozzáállás nagyon hasznos lehetne. В частности, использование термальных вод и лечебных минеральных вод. Azon belül a termálvizek használata és különböző gyógyprocedúrák. Az orvosi rehabilitáció csak az egyik irány, amely összeköti, összekötheti Bükkfürdő kínálatát Kazasztánnal és más orosz nyelvterületekkel. 12 éve dolgoznak Nyekraszovék itt a fürdőn, az Ingrid Panzióban. И я долго жила в Казахстане. Sok évig élt Kazaksztánban. Закончила Казахстанский мединститут. A kazaksztáni egyetemet, orvosi egyetemet fejezte be. И поэтому сейчас всеми знаниями, которые здесь я получаю от врачей, amit itt kapok Bükkfürdőn, от коллег, которые занимаются оздоровительным туризмом, a kollégáktól, akik ilyen orvosi turizmust fejlesztenek, я стараюсь распространить не только в России, потому что сейчас живу Nem csak Oroszországba terjeszti ezt a tudást, и в Казахстане, Казахстан, и в Белоруссии, и в Украине, и в Прибалтике, то есть всем русскоговорящим. В Балтии országokban is, minden oroszul beszélő emberek között. A Büki Katolikus Egyházközség, a plébánia és a város védőszentjének Szent Kelemen pápának ünnepén dr. Veres András megyés püspök mutatta be a Szent Misét. A Trió TV Dunántúl kérdésére összegezte a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust és beszélte a következő rendes püspöki szinódusról. Két hónapja ért véget a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.
András püspök, aki egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, személyes élményeiről beszélt. Igazából én nem is a személyes élményemet emelném ki, hanem azt az összélményt, amit mások is megosztottak velem, hiszen ez a katolikus egyháznak nem csak egy helyi országos eseménye volt, hanem világkongresszus volt, és bár a nemzetköziségi egy kicsit sérült a járvány miatt, viszont Magyarországról olyan népes csoportok érkeztek az eseményre, amely nagyon fölemelő érzés volt minden jelenlévőnek. Azt gondolom, hogy sok olyan mozzanata volt ennek a kongresszusnak, ami megragadhatta az embereket, személy szerint nekem is volt néhány olyan délelőtti előadásot a BMW csarnokban, ahol tényleg úgy éreztem, hogy itt most egy olyan közös élménye lehet az ott egybegyűlteknek, amely egész életre meghatározó lehet, és hallottam visszajelzéseket, hogy vannak, akiket nagyon-nagyon megérintett, és sokkal mélyebb hittel igyekeznek azóta élni, de azt gondolom, hogy mindenek fölött a szombatesti körmenet, a Kossuth térről a Hősök terére, ez egyértelműen egy megragadó esemény volt, és hát a pápai mise az egésznek a lezárása. Jó volt utána Európában magyarnak lenni, egy hét múlva volt Európában az Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek a találkozója, ahol magam is részt vettem, és gyakorlatilag mindenki azzal fogadott. Nagyon szép volt, nagyon jó volt, büszkeséggel töltött el az embert. Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023. októberéig tart. A szinódus azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt gondolkodunk. Most az egyházmegyei szakasz nyitották meg, amely 2022. áprilisáig tart a helyi közösségekben, plébániákon és az egyházmegyékben. A II. Vatikán Zsinat óta létezik ez a forma, a szinódus. A pápának, hatodik pápának annak idején az volt a szándéka, hogy a nagy zsinatok közötti időszakban is legyen egy olyan konzultációs lehetőség, ahol a püspököket meg tudja kérdezni egy-egy fontos kérdéssel kapcsolatban, amiről rendelkezni kíván, vagy amiben eligazítást kell adni. És most ezt kiterjesztette Ferenc pápa, hogy nem csak a püspököket, nem csak a papokat kérdezik meg, hanem minél szélesebb körben a híveket is meg akarja kérdezni az egyház jelenlegi életéről, mi az, amiben legfontosabbnak látják a megerősödést, milyen hiányosságokat élnek át, illetve hogy hogyan tudjuk a hitet úgy továbbadni, hogy az minél több embert meg tudjon szólítani, hiszen be kell látnunk, hogy Európában is bizony sokan nem tájékozottak a hit dolgaiban, vagy éppenséggel a mi vidékünkön ellenségesen nevelték őket kicsi gyermekkoruktól fogva az egyházzal szemben, tehát hogyan lehet a hit új továbbadási módszereit, eszközeit megtalálni, hogy az a mai embert is meg tudja szólítani. Három kulcsszót jelölt meg Ferenc pápa, amelyről újra és újra beszélgetni kell, elmélkedni kell, a közösség, a részvétel és a küldetés. 22 őszéig kell megérkeznie az anyagnak Rómában, ami már nemzeti összefoglalókat tartja, azt majd újra kiküldik, és akkor úgy lesz 23 őszén egy tanácskozás a Vatikánban, ahol a Szent Atya az egybe gyűlt vagy delegált szinódusi résztvevőkkel meg fogják tárgyalni mindazt, ami a világegyházból beérkezik. Tehát nem csak egy-egy kiemelt kérdés lesz, hanem ahogy a kérdőíven is láthatják, nagyon szerte ágazó kérdéseket tettem föl, ami ebből a legmeghatározóbb lesz, amelyek a legtöbb püspökségről, vagy a legtöbb országból érkezik, nyilván ezek fogják a gerincét adni a munkadokumentumnak, de azt gondolom, hogy sokrétű lesz, hiszen a világban is, de akár itt Európában is az egyházaknak a helyzete más-más, tehát biztos, hogy különböző kérdéseket tartunk igazán fontosnak. Idén is a vallási felekezetek áldásával kezdődött a büki karácsonyvárás. Az átriumban állították fel a város adventi koszorúját, minden vasárnapra jut zenés program.
Világslágerekkel és karácsonyi dalokkal Korponai Zsófi és Pelczer Géza kezdte a karácsonyvárást Bükön. Ukulelével és harmonikával adták elő az ünnepre hangoló klasszikusokat. Ahogy sötétedett és közeledett a gyertyagyújtás ideje, egyre többen jöttek a karácsonyi fényeket kapott átriumba, ahová a Pál Kriszti Akusztik ugyancsak karácsonyra hangoló dalokkal érkezett. Havas vég, tetején, lakik rég, egy népszarvas legény. Az szürke patás, csak ő húzítás, senki más lehet hó, lehet ég. Szarad vágtad az égen, bárhogy fúj a fény. Se sapka, se sár, hogy jó vörös tőle a forra már. Nem ismétlődés az advent, bár évről évre eljön a várakozás ideje. Erről is hallhattak az első gyertyagyújtás alkalmával a bükiek. Advent első vasárnapja, az egyházi esztendő fordulópontja. Újra Krisztus születésére készülünk, és újra vár ránk egy év, amíg vele tarthatunk útján Betlehemtől, Galileán és Jeruzsálemen keresztül a Golgotáig, a feltámadásáig, és örülhetünk a pártfogónak, a Szentléleknek, akit ő küldött. Minden advent tehát nem csupán körbe-körbe érkezés alkalma, hanem valahová vezet is, mint egy-egy új tanév a gyermekek életében és fiatalok életében. Az adventek nem csupán körbe-körbe visznek, de Isten felé is, egyre feljebb. Mert Isten minden körrel, minden évvel, minden adventtel közelebb és közelebb hív magához. Az új advent, új egyházi év olyan, mint egy új tanév. Figyeljünk, mit készít most számunkra, Urunk Istenünk. Legyünk magunk az ajándékok szeretteinknek, ehhez tegyük jobbá magunkat. Áldott és derűs adventi időszakot kívánok mindenkinek, és amikor karácsonyok beszerzését, készítésére is sok időt szánunk, energiát, ne felejtsük el, hogy a legnagyobb ajándékot akkor tudjuk adni jó Istennek, szeretteinknek, hogyha magunkat alakítgatjuk olyanná, hogy mi magunk leszünk az ajándék.
A gyertyagyújtással zárult az első adventi vasárnap. A karácsonyváró hétvégék pedig folytatódnak Bükön, kulturális programokkal hangolódhatnak a bükiek a karácsonyra. Nagyon jó. Akkor egy kis karácsonyi hangulat ismét. Amerikából. Bükön. I'm dreaming of white Christmas just like the ones we used to know. Where the table is stand and children stand to hear sleigh bell in the snow. I'm dreaming of white Christmas with every Christmas card a rhyme. Beauty is looming and bright, and you make your Christmas as divine. A répcementi férfikar életében az idei év nagy változást hozott, hiszen a karvezetését Hujber Ferenc vette át. A népdalok kerültek a repertoár fontos elemévé. A férfikar nemrég részt vett Székesfehérváron a Kóta Aranypáva térségi és országos népzenei minősítő versenyén. ban álltunk neki a csoporttal dolgozni népzenei repertoárral. Ott az adventre is készültünk közben, de a világjárványra tekintettel ugye azt be kellett fagyasztani. Majd idén májusban, május közepétől újraindulhattak ezek a művészeti csoportok, és onnantól heti rendszerességgel próbáltunk a férfiakkal. Részvevő férfikarral ezen az október 24-i versenyen, a térségi versenyen kiváló minősítést kaptunk, amivel tovább jutottunk az országos versenyre. Mi szerepelt, milyen népdalok szerepeltek ebbe a csokorba? Zalai népdalokkal indultunk ezen a versenyen. A szövetségnek ezen a területi versenyén egy csokrot kell bemutatni, azt a zsűri értékeli, és akkor mi így egy öt dallamból álló zalai népdalcsokrot adtunk elő, és a zsűri értékelte, és tetszett nekik egyáltalán a férfi hang, meg hogy kiálltunk a nagy közönség elé. A férfikart ugye vezetem tavaly óta, és így a népzenei hangszerek is kicsit megváltoztak a korábbihoz képest. Citerán kísérem a csapatot, viszont úgy gondoltam, hogy megerősíteni a csapatot, hogyha egy vendégművésznő is lenne a színpadon, és így kértem fel feleségemet, Pintér Annikót, hogy ő is támogassa az ének együttest. Hogy kell elképzelnünk egy ilyen versenyt? Mondtad, hogy ez ilyen területi verseny. Hány csapat vesz részt ilyenkor? Hogy ez a kiváló minősítés gyakorlatilag mit jelent?
Országosan bárki részt vehet, aki a népzenét kedveli. Itt nincsen megkötve, hogy például a hangszeres zenében milyen stílusú citerajátékot játszik az adott csoport. Tehát bárki részt vehet ezen a versenysorozaton. Itt is két éves ciklusok vannak. Az első, aki még nem vett részt ilyen versenyen, neki a területi vagy térségi szinten kell megmérettetnie magát. Itt egy csokrot elég bemutatni, és hogyha az elfogadható a zsűri számára, akkor jut tovább az országos versenybe. Az országos szintű megmérettetésnél már két csokrot kell előadni, 8-10 perces összműsoridővel, azt is értékeli a zsűri, és hogyha az ott már el lehet érni az arany, kiváló arany, illetve az aranypáva fokozatot, majd az utolsó, a legnagyobb szint, amikor az aranypáva együttesek gáláján vesz részt az adott csoport, és ott az aranypáva nagy díjat megszerzi. Már tudni lehet, hogy mikor lesz az országos megmérettetés? Nem, még nem tudjuk. Az idei évben tudomásom szerint a 2019-ben indult versenysorozat le fog zárulni. Ez lehet, hogy a csoport számára azt fogja jelenteni, hogy a januári időszakban induló új versenysorozatban szintén térségi megmérettetésen fogunk indulni, és utána lépünk tovább a következő az országos megmérettetésre. A csokrok összeállításánál természetesen figyelembe kell venni a csoporttagoknak a hangszínét, a hangmagasságot, mélységet, és úgy kell összeállítani ezeket a csokrokat gyakorlatilag, hogy az egész időtartam alatt a közönség számára élvezhető legyen. Nyilván így előfordul, hogy vannak olyan dalok, ami mivel túl magasra fut, túl nagy a hangterjedelme, akkor azt kihagyjuk a repertoárból, máskor szívesen énekeljük, de versenyen megválogatjuk, hogy mik azok, amik belekerülnek egy-egy dalcsokorba. A csoporttal eddig a népzenei dalokat dolgoztuk fel, most a verseny végeztével és a karácsonyi időszak kezdetével mi is váltunk a repertoárban, karácsonyi dalokat, az adventi időszakra hangolódás, a karácsonyra hangolódás dalait fogjuk gyakorolni, vagy gyakoroljuk. Advent második vasárnapján Bükön lesz gyertyagyújtás, és akkorra a férfi kar kapott már felkérést, hogy a közönség hallhat minket. Yeah.
Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!